Érintés nélkül nyílik az ajtó, jól működik az új fotocellás rendszer itt a kisfaludi könyvtárban. Megújult, szép környezet fogadja az ide látogatókat, elkészült ugyanis az intézmény nyárra tervezett részleges felújítása. 2013 óta évi rendszerességgel igyekeznek valamit rendbe hozni az épületen. Az idei évben azonban egy összetettebb munka volt június-júliusban, ugyanis egyszerre a leltározást elvégeztük az épületben, ami egy ilyen 15 évente egy ekkora állományegységnél szükséges. Ez egy hatalmas munka, hiszen a dokumentumok egyedi leltárban vannak, és egyenként be kell hasonlítani, és itt 500 000 euróról volt szó. És hát akkor megragadtuk a lehetőséget, illetve elnyerve a fenntartott támogatását, hogy rendbe hozzunk ezt-azt. Tavaly a lift csere volt az egyik legfontosabb mozzanat, csak úgy, mint a második emeleti helyismereti és előadóterem felújítása, idén pedig további látványos és kevésbé látványos fejlesztések történtek. Látványosabb az, hogy régebben itt ilyen szekrényben voltak a ruhatári kérdések megoldva, kulcsos szekrényel, ezek több problémát jelentettek, egyrészt közlekedési útvonalon nem lehetnek ilyen éghető dolgok, a másrészt pedig esztétikus sem volt, és igazán biztonságos sem. Így kialakítottunk egy ruhatárat a bejáratnál, ez a szomszédos kis butik, ami az épület része volt, ez most ruhatárként funkcionál. Most még üresek ezek a fogasok, de a téli időszakban bizonyára hasznát veszik majd a megújult, átláthatóbb ruhatárnak. Hasznos, de kevésbé látványos változás a különböző elektromos vezetékek cseréje és a pince megfelelő szellőzésének kiépítése. 20 év óta nem szellőző pinceraktárunk, ahol nagyon-nagyon sok könyv van, és ahol a elfogadható 50-55%-os páratartalom helyett 90%-os páratartalom ellen küzdöttünk mindenféle páraelszívókkal éveken keresztül. Ott helyreállítottuk a régi bevált szellőzt, természetes szellőzést, és akkor most visszaállt a normál páratartalom. Az igazgató további terveikről elmondta, a következőkben cél az első emelet és az épület külső felújítása is.